Kedves nézők, 24. alkalommal rendezték meg a Vállalkozók Napja ünnepséget december 1-én Budapesten a Művészetek Palotájában, ahol átadták az év vállalkozója díjakat is. Kiemelték, a közösség erősítése fontos a vállalkozók között is. A VOSZ számos újítással támogatja őket. A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. Megmutatjuk a rövid összefoglalót a rendezvényről. A kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjat a többi között Krisán László, a Kavó ZRT vezérigazgatója vehette át. Én azt gondolom, hogy a Széchenyi Kátya program, amit idén 20 éve forgalmazunk, és idén volt, ünnepeltük a születésnapját a Kavosz ZRT-nek és a programnak, az egy kifejezetten jó időszak ahhoz, hogy mindenki felé el tudjuk mondani azt, hogy van egy működőképes programunk. A VOSZ, aminek én a társelnöke vagyok, nagyon világossá tette azt, hogy ebbe a programba iszonyú sokat tudunk segíteni a hazai kisvállalkozóknak. A Széchenyi Kártya program az elmúlt 20 évben 600 ezer ügyfélnek 4000 milliárd forintot folyósított. Hogyha politikai stabilitás is van. Az ünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter a bizalom, a stabilitás és a vállalkozás barát politika fontosságáról beszélt. A kormány részéről ebben a nehéz időszakban különböző programokat indítottunk el, amelyek a munkahelyek megtartását és az energiahatékonyságot, tehát az energiaintenzív szektorokban energiaberuházásokat tudnak támogatni és segíteni. Ilyen programunk már 2 is fut, de készülünk arra és nyitottak vagyunk arra, hogyha még szükség lesz rá, a következő évben újabb ilyen programok induljanak majd el. A jövőre 35 éves Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének jelenleg 27 ezer regisztrált tagja van. A VOSZ az érdekképviselet mellett a szolgáltatásuk bővítését is szeretné. Azt a tudást, tapasztalatot, ami felhalmozódott a VOSZ munkatársaiban, vezető testületeiben, és azt a forrást, amit a Széchenyi kártyával szereztünk, anyagi forrásra gondolok, ezeket egy vállalkozás fejlesztési rendszerben, ebben lesz kockázati tőke alap, ebben lesz akadémia, ebben lesz szakmai tanácsadás, átvilágítás, export lehetőségek, piackutatás, marketing tanácsadás. Az ünnepségen országos díjakat és elismeréseket adtak át a kiemelkedően teljesítő cégek számára. Az év vállalkozója díjakat 22-en vehették át, köztük két határon túli vállalkozó.